Jó napot kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép borongós napon. Köszöntöm az élőben követő embereket is. Én Mihály Kedvén vagyok, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje Csongrád megye 2. számú egyéni választókörzetéből, és a mai témánk az a kutatás lesz, amely a mai napon látott napvilágot, miszerint a szegediek 2/3 elutasítja az STE modellváltását. Az Európai Polgár Közhasznú Alapítvány által készített reprezentatív, személyes lekérdezésű 500 fős kutatás azt mutatja, hogy a szegediek 2/3 elutasítja az STE modellváltását és fideszesítését. Körülbelül egy hónapja derült ki az, hogy a magyar kormánynak az a szándéka az STE-vel is, mint már több más Magyarország egyetemmel, miszerint egyetemünket is alapítványi fenntartásba kívánja helyezni, aminek a vezetését átadná majd egy várhatóan 5 fős kuratóriumnak, aminek nyilvánvalóan lennének kormánypárti tagjai is, erről a jelenlegi rektor, és az a kormánybiztos is beszélt már, aki az egyetemek átalakításáért felel. 2 hete pénteken, 29-én botrányos körülmények között fenyegetőzések és komoly nyomásgyakorlás közepette erőszakolta át az STE vezetése az STE szenátusán azt a javaslatát, amely szerint megkezdi a tárgyalásokat az STE a kormánnyal, az egyetemünk modellváltásával kapcsolatban. Nem foglalkoztak a kari tanácsok egyértelmű elutasító álláspontjával, és nem foglalkoztak az egyetemi különböző közösségek felméréseivel, mondjuk a Veritas Virtus Libertas csoport felmérésével, ami 98%-ban utasította el az STE modellváltását. A mostani eredmény azt mutatja, hogy a szegediek 2/3 utasítja el a modellváltást, és még többen, a szegediek 70%-a utasítja el azt, hogy a jövőben egy fideszes kuratórium irányítsa a szegedi kórházakat és klinikákat. Sőt, ugye mondjuk ebből talán nem meglepő az előbbi két adatból, hogy a szegediek 2/3-a azt is visszautasítja, hogy ebben a 5 fős kuratóriumban helyet kapjon a Fidesz bukott polgármester jelöltje Nemesi Pál, vagy Orbán Viktor fideszes minisztere Novák Katalin. Ez szintén 2/3 utasítja a szegedieknek, hogy ez a két személy a jövőben döntő módon befolyásolja az egyetemünk jövőjét. Azt gondolom, hogy az egyetemünk átalakításával kapcsolatban nagyon sok lépést tettek az elmúlt egy hónapban. Én személyesen kerestem fel Stumpf István kormánybiztosnak, az egyetemek átalakításáért felel, levelet írtam Rovó László rektornak, Palkovics és Kásler miniszter uraknak is, hiszen azt látom, hogy az egyetemi polgárok egységesen utasítják el ezt az átalakítást, és most már azt is látjuk, hogy a szegediek sem kérnek a fideszesítésből és az alapítványi átalakításból. Pontosan ezért határozottan felszólítom az STE vezetését arra, hogy állítsák le a modellváltásról folyó tárgyalásokat, és tartsák tiszteletben az egyetemi polgárok és a szegediek véleményét. Tartsák tiszteletben az ő álláspontjukat, ezt a jogos követelést, ami szerint új szavazást kell kiírni az STE szenátusában, egy olyan új szavazást, amely már nyomásgyakorlástól és erőszakos ráhatástól és szabálytalanságoktól mentes. Én magam egyébként csatlakozom Szajbé Mihály felhívásához, és el fogok indítani még a mai napon egy új petíciót, amiben arra kérem az STE vezetését és a magyar kormányt, hogy írjanak ki egy új, tisztességes szavazást minél hamarabb az egyetem átalakításáról, és csak akkor történjen bármilyen lépés ebben az ügyben, hogyha ennek az új tisztességes szavazásnak az eredménye az, hogy a szenátus
támogatja a modellváltást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és meghallgatták a mondandómat.